50 kiló liszt, 50 kiló cukor, tészta, tarhonya, konzervek. A Városi Diák Önkormányzata által összegyűjtött adományok egy részét ma adták át a hajléktalan szállón. A gyűjtést a Diák Önkormányzat alpolgármestere Bagoly Tamás koordinálta. Adománygyűjtést szerveztünk, mivel úgy gondoljuk, hogy a karácsony arról szól, hogy tehát a karácsony szeretetről szól, és adakozásról, és ennek jelében csináltuk ezt az adománygyűjtést a Tatai Diák Otthon részére és a hajléktalan szállónak, ahol most éppen átadtuk az adományt. Sajnos vannak ilyen emberek, akik erre rászorulnak, és ezért gondoltuk, hogy ide hozzuk, mert itt van ez a legtöbb ember, aki a legjobban rászorul. Tavaly már volt egy ilyen kezdeményezésünk, hogy adományt fogunk gyűjteni. Ez akkor tavaly abban nyilvánult meg, hogy gyermekjátékokat gyűjtöttünk a rászoruló kisgyerekeknek. Akkor ezt egy gyermekkórháznak ajánlottuk fel, most pedig itt a helyi diák otthonnak és a helyi hajléktalan szállónak ajánlottunk fel tartós élelmiszert, valamint sikerült gyűjtenünk játékokat is a kisgyerekek számára. Körülbelül 50 kg liszt és 50 kg cukor gyűlt össze, ezen kívül nagyon sok konzervet és lisztet is kaptunk. Tészta, tarhonya is gyűlt, a játékoknál pedig kártyát és ilyen kis gyerekjátékokat sikerült összegyűjtenünk. Az adomány természetesen örömmel fogadták, hiszen nem csak a hajléktalan szállón élő emberek, hanem az utcákon élő rászorulók is kapnak belőle. Mi évek óta segítjük az effektíve itt élő hajléktalan személyeken kívül azokat is, akik kint az utcán rekedtek, illetve akik olyan háztartásokban élnek, ahol nem engedhetik meg maguknak a megfelelő szintű étkezést. Mi segítjük őket lehetőségeink szerint, úgyhogy ebből a nagy ajándékból is fognak részesedni. A mi elvi kérdést csinálunk abból, hogy ne osztás legyen, hanem hogy közös tevékenység keretében főzzünk, közösen készítjük el az ételt, és egy közösségi programot végzünk így minden nap a rászorulókkal. Mindenhogyan köszönjük szépen ezeket a kedves ajándékokat. A többi sóstársam nevében is. Nagyon jól esik, az biztos. Nem lehet megköszönni, annyira jól esik. És ha mi is tudunk adni, úgy is fogunk.